Megjelentek hétfőn az első ipart pályázatok a kis- és középgazdaságok számára. A termelők új traktorra és egyéb mezőgépekre igényelhetnek vissza nem térítendő pénzösszeget. A gépesítés támogató pályázat egészen február 26-áig áll nyitva a mezőgazdasági termelők előtt. Az elsőkörös pályázatok támogatása 5000-től 700 ezer euróig terjed, és a tej- és hústermelők, a zöldség- és gyümölcstermesztők, valamint az egyéb növényekkel foglalkozó termelők igényelhetik a vissza nem térítendő támogatásokat. Az elmúlt egy év aszálykárainak ellenére nagy lesz az érdeklődés a pályázatok iránt a gazdák körében, főleg a traktorvásárlás terén. Négy kör nyílik meg a 2018-as évben. A gazdák hasonlóan tudnak majd pályázni, mint a Prosperitáti Alapítványnál. Szerbia 2020-ig összesen 175 millió eurót hívhat le az ipart alapokból. 60 személyt foglalkoztat majd a regionális hulladék lerakó Kft. Tájékoztat a vállalat. A hulladék lerakó, amely Szabadka, Topolya, Zenta, Magyar Kanizsa, Csóka, Kishegyes és Török Kanizsa területét fedi majd le, hamarosan elkészül. A munka a telephelyen várhatóan a következő évben elkezdődik, ezért van szükség az új munkaerőre. A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A vállalatnál egyebek között jogi asszisztenst, közbeszerzéssel foglalkozó szakembert, IT szakembert, logisztikai menedzsert, elektronikai technikust és teherautóvezetőt keresnek. Az érdeklődőbb bővebb információt a www.deponia.rs oldalon találhatnak. Önéletrajzot a posao@deponia.rs e-mail címre lehet küldeni a kívánt munkakör megjelölésével. A képviselőtestület legutóbbi ülésén napirenden szerepelt a konkrét közvállalat 2018-as évi gazdálkodási terve, melyről az ellenzéki képviselők is elismerően nyilatkoztak. Domány Dudás Diana, a vállalat közelmúltban kinevezett igazgatója, a cég jövőbeni piac orientáltságát emelte ki, valamint a szolgáltatások minőségének javítását is célul tűzte ki. A vállalat mintegy 217 milliós bevétellel számol 2018-ban, a kiadásokat pedig 214 millióra tervezték. A vízórák digitalizációja és a GPS rendszerbe kötése mellett a vállalat egyéb szolgáltatásait is korszerűsítik a közeljövőben. A felszereltség fejlesztése mellett az alkalmazottak továbbképzését is célul tűzték ki, illetve a munkahelyek új besorolását. Szerbiában több ezer nyugdíjas kérvényezte a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alapnál, hogy fizessék vissza a nyugdíjuk elvett részét, ha pedig nem kárpótolják őket, akkor a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, nyilatkozta Mihajlo Radović, a Szerbiai Nyugdíjasok Szakszervezeti Egyesületének elnöke. A Szerbiai Nyugdíjasok Szakszervezeti Egyesülete kéri továbbá, hogy a nyugdíjakat hangolják össze az inflációval és a bruttó hazai termékkel, amely növekedett 2014 óta, vagyis azóta, hogy a fiskális konszolidáció miatt bevezették a nyugdíjcsökkentést. Egyes számítások szerint összesen több mint 430 millió eurót vettek el az elmúlt három évben a nyugdíjasoktól.
2018-ban azok a nők mehetnek nyugdíjba, akik betöltötték a 62. életévüket, és legalább 15 év munkaviszonnyal rendelkeznek, míg a férfiak esetében a feltételek változatlanok maradnak, 65 életév és 15 év munkaviszony. Azok a nők, akik még az idei évben elmennek nyugdíjba, megtehetik ezt 61,5 évesen is, ha van legalább 15 év munkaviszonyuk. Amikor az idő előtti nyugdíjba vonulásról van szó, Vladimir Stankovics, a nyugdíjbiztosítási alap munkatársa arra figyelmeztetett, hogy ez a nyugdíj összegének tartós csökkenését vonja maga után. Január 5-én 18 órai kezdettel koncertet tart a Cantus Firmus Kamarakórus a Művelődési Ház színház termében. Az újévi ajándékkoncerten Dragana Krvavac vezénylésével fellép Jovanovics Csilla, Tamara Mandic, Szűcs Budai Klára, Gábor Hella, Szenti Áron és Gábor Zoltán. A Komgrád kommunális közvállalat értesíti a lakosságot, hogy az újévi ünnepekben, január 1-én és 2-án nem szállítják el a háztartási hulladékot. A vállalat egyéb szolgáltatásai az ügyeletes rendszerint működnek majd. Topolyán is vetítik a Kincsem című magyar romantikus filmet. A Herendi Gábor rendezésében Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével létrejött mű Kincsem a csodakanca életét és korát mutatja be. 2018. január 11-én csütörtökön 19 órától kerül sor a film vetítésére a Topolyai Művelődési Ház mozi termében. A belépő ára 250 dinár. A jegyek elővételben december végétől kaphatók a Művelődési Ház irodájában, minden munkanapon 8 és 14 óra között. Érdeklődni a 713-515-ös telefonszámon lehet. A Vöröskereszt községi szervezete a hagyományosnak mondható télapovárással és csomagok kiosztásával zárta az évet. A Bambi iskoláskor előtti intézmény, a Csáky Lajos általános iskola és a Nikola Tesla általános iskola nehezebb szociális helyzetben lévő gyerekeinek osztottak ajándékcsomagot. A télapó december 26-án a Művelődési Ház mozitermében fogadta a csaknem 150 gyereket, akik a csomag mellett egy játékot is választhattak maguknak. Az ajándékcsomagokat az Europetrol, az X-Team, az E-Modul, az Energybet, a Szatrakt és a Big Chick támogatásával készítették el. A szétosztott játékokat az iskolákban is gyűjtötték, illetve a Csongrád megyei Vöröskereszt is adományozott. Mint ahogy már több éve visszamenőleg, az idén is sikerült biztosítanunk 150 csomagot a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy 50 csomagot biztosítottunk a Csáky Lajos általános iskolának, 50 csomagot a Nikola Tesla általános iskolának, és 50 csomagot a Bambi iskoláskor előtti intézmény gyermekeinek. Ezeket a csomagokat a mi adományozóinknak köszönhetően, elsősorban az Europetrolnak köszönjük, az X-Teamnek, Szatraknak, az Energybatnak, az E-Modulnak és a Big Chicknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a csomagok így, amit kiosztottunk, összeálljanak ilyen szép és gazdag formában. Ugyanúgy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a gyerekek a csomagátvétel után egy játékot is vehettek, amelyet itt látnak mellettünk, meg hát a felvételeken látszanak. Ezeket pedig az iskolákból gyűjtötték össze, de legnagyobb részét a Szegedről hoztuk, a Csongrád megyei Vöröskereszt, mint minden évben, az idén is megajándékozott egy nagy mennyiségű játékkal és ajándékkal bennünket. Az eredmények, én azt hiszem, hogy magukért beszélnek, de különben a terveinket, amelyeket egy évvel ezelőtt lefektettünk és elfogadott az igazgatóbizottság, azt teljesítettük. Most természetesen előttünk áll, hogy összegezzük a pénzügyi úgy az eredményeket, mint a többi eredményeket, és hogy meghatározzuk a 18-as évre is a terveket, amelyek szerintem nem mehetnek a 17-es év alá, csak jobban és többet tudnánk teljesíteni, tehát így fogunk igyekezni, mint ahogy eddig is, amelyet hát természetesen nem csak mi, akik a Vöröskeresztben dolgozunk, hanem az aktivistáink és önkénteseink nélkül nem tudnánk elérni, tehát őrájuk továbbra is számítunk, és nagyon reméljük, a 18-as év jobb lesz, mint a 17-es. A Topola kosarazói hazai pályán 81-80 arányban felülmúlták a rumai szlovén csapatát. Az eddig lejátszott 13 fordulóban aratott 4 győzelmével 10. az első szerb liga északi csoportjában a Topola. A következő ellenfél a Futaki Tupanyac MD csapata lesz, szintén hazai pályán. A mérkőzést január 27-én játsszák.
Csütörtökön egy hullámzó hidegfronthoz sokfelé esőt záport, mely délutántól nyugat-északnyugat felől a front mögött havas esőbe, havazásba válthat át. Az élénk erős délies szél északnyugatira fordul. Pénteken megszűnik a csapadék, sokfelé felszakadozik a felhőzet, a szeles időben hajnalban -3 plusz 2 fok közötti értékeket, napközben 2-6 fokot mérhetünk. Szombaton szárazabb, kezdetben túlnyomóan napos idő valószínű. Hajnalban mindenütt fagyni fog, délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, késő délután az eső is eleredhet. Délután 1-5 fok valószínű.